Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Az advent utolsó vasárnapja előtt egy remélem nagyon szép koncerten, hiszen a koncertanyag az valóban gyönyörű. Amikor tavasszal megkeresett egy fiatalember, Becker Dávid, hogy úgy gondolja, érdemes itt Balmazújvároson szervezni koncerteket, hiszen a fiatalok, idősebbek, és akik zenélnek és nem zenélnek, kíváncsiak arra, hogy milyen jól lehet koncertet szervezni a Becton együttes koncertjein kívül, illetve a művészeti iskola koncertjein kívül is. Én kételkedtem benne, hogy valóban ez ennyire jól fog sikerülni, viszont amikor június végén megszervezte az első koncertet, már akkor láttuk, hogy tényleg nagyon-nagyon sokan érdeklődnek, hiszen kevés volt a hely. És amikor megkeresett Dávid, hogy folytatná tovább a koncertsorozatot, hiszen tényleg komolyan gondolja, és szeretné, hogyha ez minden évben megismétlődhetne több koncerttel, akkor eleve arra gondoltunk, hogy a színházterem lesz az, ami helyet adjon ennek a koncertnek. És valóban jól gondoltuk, hiszen teltházas koncert előtt léphetnek fel a művészeink. Majdnem mindenkinek lesz újvárosi kötődése, kivétel a hegedű művész hölgyet, hiszen az összes többi művész balmazújvárosi kötődésű, születésű, illetve itt tanult ebben a művészeti iskolában. Én nagyon szeretném ezúton megköszönni Becker Dávidnak, hogy folyamatosan szervezi ezeket a koncerteket, azért, mert úgy érzi, hogy balmazújvárosiként neki ez talán egy picit kötelessége, hogy megtanítsa nekünk a szépet és a jót, megmutassa nekünk a szépet és a jót. Szeretnék nagyon sok sikert kívánni neki is, illetve a fellépő művészeknek is a jövőben. Önöknek szeretnék áldott békés karácsonyt kívánni, nagyon boldog új évet, és remélem, hogy nagyon sok koncertet élvezhetünk itt együtt még majd. Thank you.
Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Hallanak hol engem? Igen. Jó, nagyszerű, oké. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és hát kicsit zavarba jöttem, hogy ennyien eljöttek, és nagyon jól esik, és nagyon örülök, hogy ennyi embert érdekelt ez a koncert. A tegnapi nap folyamán Budapesten koncerteztünk, és egészség! A tegnapi nap folyamán tehát Budapesten koncerteztünk, és hát valami probléma csúszott ott a marketing dologba, a koncertközpontba, ahol voltunk, és elcsúszott a hirdetése a koncertnek, és hát szóltak nekem egy héttel ezelőtt, hogy hé, Dávid, ez egy kicsit ciki, mert hogy elég kevesen jönnek a koncertre, hogy szóljál már néhány ismerősödnek. Na hát én lázasan is kerestem, elkezdtem keresni az ismerőseimet, mindenkinek írtam üzenetet szépen, hogy ez lesz, gyertek, olcsó, minden jó lesz. És akkor tegnap délelőtt próbálunk, és akkor látom, hogy a telefonom így percenként villan egyet, oda nézek, hogy szia Dávid, sajnos nem tudok menni, mert ez... Szia Dávid, sajnos ez ma nem fog összenni, mert céges buli van. Ne haragudj, ez a baj. Na most olvasgattam ezeket az üzeneteket, és hát ugye, nem tudom, hogy 50% fölött volt az, hogy céges buli van. Na most nagyon örülök, mert úgy látom, hogy Balmazújvároson vége van a céges buliknak. Egyetlen egy lesz ma, az pedig az enyém. Hiszen hála Istennek ez az év teli koncerttel telt el számomra, és a mellettem álló fantasztikus szegedi művésznek is így telt az éve hasonló formában. És hát úgy döntöttünk, hogy a mai nap folyamán egy olyan koncertet fogunk adni, ami számunkra egy céges buli, mi jól fogjuk magunkat érezni, reméljük önök is. Ezért csupa olyan zeneművet válogattunk össze, ami, hát azt hiszem, hogy akár szeretik önök a klasszikus zenét, akár nem, ez mindenképpen kikapcsolódás lesz önök számára, és bízom benne, hogy megfelelő karácsonyi ajándékot tudunk az önök fája alá tenni. Úgyhogy kérem, fogadják szeretettel a mai céges buli egyik résztvevőjét, Elina Sitnikavát Fehér Oroszországból. Tájékoztattak, hogy nincs bekapcsolva a mikroportom. Halló. Jó lesz. Csak ide kell nyúljon. Na. Tehát majd haladunk itt szépen az este folyamán, nem szeretnék az összes poént előre lelőni. Lesznek itt még Elinán kívül vendégek, azt hiszem mindenki számára ismerős vendégek és ismeretlenek. És ugye igyekszem mindig valami témára felépíteni a koncertjeimet, ezért majd nagyon érdekes dologra fogom ezt az egész koncertet felépíteni, felvázolni. Méghozzá közeledik a karácsony, és hát habár karácsony mindenkinek az ünnepe, én azt hiszem, hogy mégis középpontba kerülnek ilyenkor a gyermekek. És hát lesz itt egy vendégem, akivel majd erről bővebben is el fogunk beszélgetni, illetve lesz vendégünk a színpadon, egy ifjú gyermek is. És hát azt hiszem, hogy ez egy igazi változatuk egy témára koncert lesz, ami egyébként a következő műsorszámunk címe is. Pinyamszki egy hegedű komponista volt, aki hát azt hiszem, hogy megnehezítette a hegedűsök dolgát. Nem tudom, hogy van-e köztünk olyan, aki ismeri a hegedűnek a működését. Feltenni a kezét? Na most négy húr van rajta. Bocsánat, ezt elmondom, mert ez érdekes lesz a mai koncert folyamán tudni. Négy húr van rajta, nagyjából így egy síkban ez a négy húr. Én akárhányszor próbáltam megszólaltatni egy hegedűt, hát nem akarom mondani, milyen volt. De most annyit szeretnék elmondani, hogy az, hogy a hangok magasságát változtassuk, itt ezen a fogólapon a húrt le kell nyomni, és mennél rövidebb távolságot hagyunk reszegni, annál magasabb lesz a hang. Most ez egy kicsit bonyolult fizika, de mennél feljebb megyünk, a teljes hangok egyre kisebb lépéseket foglalnak magukba. Tehát ez azt jelenti, hogy ha mondjuk egy hegedűs, aki már jobb, mint például Elina, két hangot szeretne egyszer lefogni a hegedűn, és fölfelé csúszik, akkor mindig így arányosan a kis ujjával kisebbet csúszik össze, az alsó ujjával pedig nagyobbat. Egy kicsit bonyolult, ahogy magyarázom, tudom, de igyekszem úgy, hogy érthető legyen. Na most az a lényeg, hogy hát ez a Vinyamszki, akitől a következő műsorszámunk fog következni, elég sok nehézséget írt a hegedűre. Mi ezt tegnap eljátszottuk, hát Elina szétszette a hegedűjét,
remélem majd így fog történni. Hallgassák, sok szeretettel! Thank you.
Hát az előbb gondolkodtam rajta, hogy általában a közönség mindig addig szokott tapsolni, amíg a művészek a színpadon vannak, mert ugyan ciki lenne. Úgyhogy van egy rossz hír, mi nem fogunk elmenni a színpadról valamit. Csak mert hosszan fogok beszélni nagyon. Ugye említettem a gyerekeket, és hát én még nem neveltem gyereket, engem már felneveltek valamennyire. És így nem tudok személyes élményeket mondani a gyereknevelésről. Azonban voltak élményeim, amit láttam, és szeretném önökkel megosztani. Egy hete, vagy még talán egy hetesen jártam Kölnben, ott koncerteztünk egy nagy koncertközpontban, és egy nagyon érdekes dologról lettem figyelmes. Csak mellékesen megjegyzem, hogy én nekem egy picit az probléma, hogy van itthon Magyarországon, meg nagyon sok helyen még a világban a klasszikus zenének egy negatív megítélése. Azt mondják, hogy magyarul úgy fordítjuk, komoly zene, hát ez már ott rossz, hogy azt mondjuk, hogy komoly zene, hiszen ez komolytalan szerintem. A másik pedig az, hogy mindenki azt gondolja, hogy a komoly zene az unalmas. Na most tehát ez ott kezdődik, hogy a szülők is azt gondolják, és utána azt mondják a gyerekeknek, hogy nem megyünk a koncertre, mert az unalmas, meg elalszolunk kisfiam, meg nem lehet ott köhögni, meg cukros papír, meg öreg néni, meg bunda. Na hát, tehát nem megyünk. Nincs bunda, egy bunda. És akkor itt voltam Kölnben, és mi voltunk a fellépő művészek, nagyon boldogok voltunk, hogy ott lehettünk, és volt egy nagyon érdekes dolog. Amíg a szülők a koncerten vannak, leadják a gyerekeket egy úgynevezett gyerekmegőrzőbe, ahol muzsikusok foglalkoznak a gyerekekkel, méghozzá olyan módon, hogy bevezetik őket abba a kalandos világba, ami a színpad mögött zajlik, hiszen szerintem a művészek számára mindig az a legkalandosabb, ami a színpad mögött zajlik. Most arra lettünk figyelmesek, hogy bementünk, és amikor egy darab után kimentünk a művész szobába, hogy ígyunk egy kortyot, egy kórusnyi gyerek állt velünk szembe, és azt sem tudtam érteni, hogy mit csinálja. És bementem, és hallottam, hogy németül hallgatják nekik, hogy és most jön be a művész, nézzétek, ott vesz a poharat a kezébe, iszik egy kortyot, felveszi a kottáját, kimegy. És a gyerekek, és először éreztem magam művésznek életemben, és olyan jó érzés volt, és utána a koncert után beszélgettem az ottani koncertközpontnak az igazgatójával, és elmondta, hogy ezt pontosan azért csinálják, hogy a gyerekekkel megismertessék azt, hogy ez lehet jó is. Na most mit csinál egy gyerek? Meglátja a rendőr bácsit a pisztolyra az oldalán, hát az jó. Hát az jó. Meglátja a művész bácsit, hogy jön be a kottával, és ez komoly, és neki tapsolnak az emberek, hát az tök jó. És elgondolkodtam azon, hogy hogy is lehet, mi miért nem csinálunk ilyeneket? Hiszen hol kell elkezdeni nevelni egy gyerekkorban? Minél kisebb egy gyerek, akkor kell bemutatni, hogy ez valóban lehet jó. És miért ne neveljük a gyerekeket értékekkel és jó dolgokkal? És ezek után, hogy lement az első fél ideje a koncertnek, a második fél idejére beültették a gyerekeket a koncertre, és meghallgatták. Hogy ne legyen nekik túl sok, ne legyen egyszerre túl nehéz. És a gyerekek ott ültek végig, egyébként tehát meg kell jegyeznem, hogy a közönség tele volt gyermekekkel. És a gyerekek úgy nézték végig, egy mozdulatuk nem volt. És ez olyan szép volt számomra, és bízom benne, hogy ha most éppen nem sok gyerek van a közönségben, de majd egyszer itt is fog bűvülni, és nem csak itt Balmazsugároson, hanem egész Magyarországon, az, hogy a gyerekeket engedjük majd, hogy meghallgassák a klasszikus zenét, és ők észre fogják venni, hiszen a gyerek az, aki a legőszintébb, és ő észre fogja venni, hogyha valami szép és valami tetszik neki. Úgyhogy én csak arra kérem önöket, hogy ha vannak gyermekek, hagyják, hogy észrevegyék a szépet. Ő is tapsol, hogy nem érti. Még ezzel kapcsolatosan szerettem volna mondani, de még lesz időnk rá. Szerintem szaladjunk tovább a programba, hiszen van még előttünk egy pár dolog. A következő műsor számunk is hasonlóan Virtuóz lesz. Kevésbé hosszú, csak megnyugtatásként. Az a címe, hogy kínai dobok. Hogy miért, azt nem tudom, önökre bízom a költségem. Thank you.
Csodálatos művészetednek a híre megelőzött. Hol kezdted? Otthon vagy már valahol külföldön? Well, I started in my country. I started to play violin because my father was violinist. Well, he is violinist still. So I was listening. Otthon kezdtem a szülőhazámban, hiszen édesapám hegedűs volt, pontosabban még mindig ő az, és gyermekkorom óta hallhattam a hegedű zenét, és azóta imádom, már kiskorom óta hallgatom a Brahms hegedű versenyt, és egy-egy Bach szonátát, és már kiskoromban meg voltak a kedvenceim, és így kezdődött a hegedülésem. On this instrument, so it was quite easy choice. Hol találkoztál Becker Dáviddal? I met him in Reina Sofia School of Music in Madrid. So I already was studying in this school when once I still remember this lesson. I had trio lesson. Még emlékszem, hogy néhány évvel ezelőtt kamara zenei órán volt Kujás Márta tanárnővel, aki egyébként Madridban tanít a Reina Sofia College-ban, és egyszer bejött egy fiatal fiú, és ott ült az órán, és csak hallgatott minket, és nézett minket, és lapozott a zongoristának. És ezek után néhány héttel azt mondta a tanárnő, hogy emlékszel még arra a szüke fiúra ott az órán? És akkor azt mondtam, hogy hát igen, talán igen. Mire azt mondta a tanárnő, hogy a következő évtől vele kamarázol, hiszen meg kell változtatnunk egy kicsit a csoportot. Jövőre ő lesz a partnered, nem volt más választásom. Rövid és őszinte válasz volt. Nagyon köszönöm. Azóta viszont becsavarogtátok a félvilágot. Okay, first I really want to say thanks to David because he really gave me the really nice Christmas present invitation to play here because I never been in Hungary before and I'm really surprised that I enjoyed so much and I like so many things here. Which some things are weird, some things are like, but in general, this is such a nice, such a great country, and with such interesting history and like building like, everything. I can enjoy every single day staying here, and also the wonderful Christmas weather, what we have right now outside. But in the same time, inside here we had such a warm public, such a warm atmosphere. Elsőként szeretném megköszönni ezt a nagyszerű lehetőséget Dávidnak és Palmazújvárosnak, hogy eljöhettem ide, hiszen ez az első alkalmam Magyarországon, és nagyon élvezem. Mind a művészeteket, mind az építészetet, minden napban van valami élvezetes, amit eddig itt töltöttem, és gyönyörű téli hideg időnk van kint, és ugyanakkor itt bent a hangulat már nagyon meleg volt, és nagyon barátságos, és nagyon köszönöm mindenkinek, aki támogatta ezt a projektet, hiszen ezt nem lehet egy koncertnek nevezni, mert még soha nem játszottam ilyen elfogadó és ilyen kedves és ilyen jó szívű közönség előtt, és nem hiszem, hogy volt még az életemben még egy olyan koncert, amit ennyire tudtam élvezni. Project, let's say, that's much more than just concert for me. Mikor találkozunk legközelebb? Well, I'm open. Hát én nyitott vagyok mindenre, úgyhogy nagyon várom a javaslatokat, bízom benne, hogy lesznek, úgyhogy köszönöm, hogy itt lehettem. I'm totally open for it. Annyi mindent kérdezhetnék, rövid leszek. Milyen a siker íze? Édes. Nagyszerű, hát én egy olyan koncert után vagyok, amit életemben nem gondoltam volna, hogy létre fog jönni, és nagyon örülök, hogy ez létrejöhetett. Azt hiszem, hogy mindenféle szempontból extravagáns volt. Bízom benne, hogy lesz folytatása. Én most, amint említettem, ez egy igazi céges parti volt. Az én cégem a zene. Jól éreztük magunkat a színpadon. Ez volt a célunk, és szerintem a közönség is. Bízom benne, hogy jól érezte magát. Vannak még ilyen szuper barátaid? Vannak, és hála Istennek gyarapodnak, úgyhogy bízom benne, hogy folytatódik, és jönnek, és még többen, és még több embert fogunk tudni bemutatni. Annyi ilyen koncerteszetek már tényleg szerte a világban. Nem is igen, van már olyan földrész, ahol mi nem jártatok. Te, hogy őszintén, melyik az a hely, ahol neked a legszebb és a legjobb a koncert? Hát nem hiába csinálom Balmazújvároson a koncertsorozatot, nem hiába kezdtem ezt az egészet, hiszen hamar rájöttem, hogy itt egy olyan zeneszerető és
olyan közönség van, aki tiszteli azt, hogy ilyen emberek jelennek meg Balmazújvároson. Nem hiába választottam ezért itt a főközpontnak azt, hogy Balmazújvároson alapozzam meg ennek a koncertsorozatnak az alapjait. Dramaturgiai szempontból nem tagadom, ezt a választ vártam. És Balmazújvároson kívül? Balmazújvároson kívül, hát mindig az, ahol éppen járunk, őszintén szólva. Tényleg mondhatnék példákat, de szerintem jövő héten már újabbak lesznek, úgyhogy igaz, most jön egy kis pihenés, van akár egy hetem is, ami üres lesz, úgyhogy bízom benne, hogy utána gyarapodnak az újabb kedvenc helyek. Horációval már megismerkedtünk, de ugyanakkor már Budapest is megismerkedett Horációval. Nem is akárhol koncerteszedek a MIPA-ba. Mesélj, milyen volt? Hát ezt szerintem zenei koncert volt, és a zene ott kezdődik, ahol a szavak véget érnek, és ugyanezt tudnám mondani erre az élményre is, hiszen ezt nehéz lenne megfogalmazni. Én nekem egy hatalmas megtiszteltetés, hogy ott játszhattam, és bízom benne, hogy megfordulok még ott a jövőben is.